Mondjuk Nirdió sose fog engem megismertetni, hogy milyen vagyok. Meg hogy engem megismertesse, hogy én milyen vagyok. Fiók a szülésre jutottak, de nincs járja a szülésre. Na aztán most mit akartál mondani? Mert az Isten elindítsa a szülést, akkor az véget is fogja vinni. Tehát csak Isteni hatalmat rácsegyes, hogy itt az új világra megszülessen. Különben sose fog megszületni az új világ. Mert az új világnak a küszöbén a világ azért vajudik a szülési fajdalmak, vajudik a világ, hogy az új világrendet megszülje. Nem vajudik, az egyáltalán nem vajudik. Nagyon is, egyre jobban vajudik a világ. Ide figyelj, Laci! A minden új dolog szenvedése jár, nem? Hát az biztos. Tehát akkor van már valami. A vajudás nem csak egy elég szülés. Na jó, lehet, csak... más is. Na jó, de hát akkor nem kell azt mondani, hogy vajudás előtt áll a világ. Nem, már itt áll, benne van. Na de hát örök életben abban volt bent. No, ilyen. Állandó vajudás volt, és állandóan mindig. Akkor volt valami született? Akkora nem volt sose. Na, nem. Már te aztán éltél 5000 évvel ezelőtt is. Aztán tudod, hogy mi volt 5000 évvel ezelőtt? Meg 50000 évvel ezelőtt? Följelzést is sokan, hogy mi volt ezelőtt. Sok, nagyon sok följelzés van róla, hogy mi volt ezelőtt. Na persze. Csak a sok följelzésből... Mi? Nem történt, hanem arról szól végig, ha mi történt. Meg ki is lehet következtetni. Politikai részen, nem? Az igaz, csak az Oszkárnak az a fő hibája, tudod, Laci? Hogy az veszed most, vagy nem veszed? Persze, hogy veszed. Veszed? Persze, miért nem szavítottál rá? Ha jó, akkor vegyed. Az Oszkárnak az a legfőbb hibája, hogy ezelőtt 50 évvel, amikor találkozott a Jehova tanúival, azt elhitett, bár örültek, hogy találkozott, bár az az ő vérmérsékletének nagyon megfelelő vallás. Lehetőleg ugye csak szemlélni a világot, meg beszélgetni az emberekkel, aztán akkor abban... Szóval az a fő dolog, ugye már a Jehova tanúja az a nagyon fontos dolog, hogy mindig emberek között lenni, meg beszélgetni ugye az emberekkel. Na hát őnek egy nagyon megtetszett ez a vallás. Meg hát ugye 20 éves, 21-22 éves korában azokkal, akikkel ott együtt volt a börtönben, idősebbek voltak. Ugye őt szépen beállították egy szemellenzőre, ugye, hogy na milyen ugye a Jehova tanúi vallás, meg ez az egész elmélet, meg stb. Őnek ottan ugye megadták az alapokat. Utána jól onnan kikerült, őnek az olyan nagyon megtetszett, utána úgy alakította az életét, hogy ennek alapján, mint ahogy a Jehova tanúi, szépen, nyugodtan, kényelmesen, nem izgatjuk magunkat, semmiért sem izgatjuk magunkat, majd amit mi nem tudunk megtenni, majd az Isten talán megteszi, helyettünk egyáltalán, hogyha megteszi, hanem akkor úgyis jó lesz, majd előbb-utóbb valami csak lesz. Tehát ez a szép, laza, nyugodt életmódot, őnek ez nagyon tetszett, és akkor szépen ennek alapján alakította ki az életét utána is. És így élte le idáig, de viszont közben ugye a Bibliát is jó alaposan áttanulmányozta, és amit ő neki akkor ott sugaltak a börtönbe ezek a Jehova tanúi. Ő annak alapján ugye áttanulmányozta a Bibliát, mert hát ugye járt még Jehova tanúi közé akkor is, mert ugye erre-arra vannak azért, hogy sokan nincsenek is, de egy páran vannak erre-arra. Meg hát a folyóiratokat tanulmányozta az érvegyeteket, meg az őrtornyot. És ahogyan szokta neki mindig mondani, ő a gombhoz alakítja a kabátot, nem a kabáthoz a gombot. Mert utána, amit olvasott az életéstudományban, hallott a rádióban, beszélgetett az emberekkel, mindig mindent igyekezett efelé alakítani. Tehát, ha ő hallott valami híres embernek a mondását, ami az ő elméletében megfelelt, az okés, az nagyon okos ember, az igazat mond, az megfelelő, azt beletette az elméletében, és felemlegeti attól fogva is. Az a tudós ember, aki nem az ő nyelvén beszélt, nem olyan beszélt, ami ő neki tetszik, ó, hát az félek, hogy tenni, az nem mond igazat, avval nem kell foglalkozni. Tehát ő ezt a szép, okos, kényelmes életmódot itt kialakította, és én most már rájöttem 13 év alatt, amióta itt vitatkozunk vele, hogy ő neki megvan ez a szép, kényelmes álláspontja, amit ő már ezerszer áttanulmányozott, átgondolt, tehát mondja, mind az iskolás, a betanult leckét vagy a verset, ő azt úgy el tudja mondani, meg úgy kész ezekre a válaszokra, hogyha te valamit kérdez, vagy ezekkel a mondatokkal a válaszra, és ebből nem enged. Ha te megpróbálod egy kicsit megvögdösni, hogy Oszkár, most nézzük meg ezt az oldalt, vagy azt az oldalt, akkor meg az neki a módszere, hogy ha gyorsan mindent összezavar, akkor áttér egy másik területre, gyorsan, hogy az a beszélgetős partner elfeledkezzen egyáltalán arról, hogy miről is volt szó, akkor nagyon gyorsan megkeverje azt a szerencsétlen beszélgető partnert, áttér másfelé,
Aztán mire az a beszélgető partner fölébredt, most vigyolok, hát már most pont rád vigyél a kamera, most rövök hátsz is rajta. Amire az a beszélgető partner akkor rájön arra, hogy hoppa, arra ma se tudja szerencsétlen, hogy hol tartottak a kadárt. Úgyhogy ezt szépen így az Oscar kialakította magának, ezt a gondolkodásmódot, és én hiába próbálgatom, hogy mondom, Oscar, arról az oldalról próbáld meg, arról az oldalról próbáld meg ezt a dolgot. Egyszerűen, mintha merebb falba ütköznék, már egyszerűen elkezdi azt a betanult mondókáját, és akkor abból se lát, se alapból nem enged? Nem. Te vász, hiszen se vége, se osztanák, én nagyon röviden mindig átudom maradni, nagyon röviden és mindenki számára érhetem. Persze, már amit betanultál 50 évvel ezelőtt, attól fogva mondogatni. Én meg alig jutok szóhoz, de az a rövid idő is elég nekem arra, hogy megmagyarázzam, mert nagyon röviden meg tudom magyarázni, meg nagyon pontosan. Már csak se vége, se osztanak egy magyarázataidnak, de attól óvosabbak ugyan nem leszünk. Mindig azt mondjam, én amikor legjobban meg vagyok magammal elégedve, hogy most húzzál, most tudtam egy olyan elméletet, egy olyan csodálatos, brilliáns elméletet, amit akár kielőtt elmondhatnék, és mindenki hanyattásnál vagy hasvásnál lőtte. És meg vagyok magammal, mondom, messze menőkig elégedve. Álljanak az Oscar. Állj, nem hallgatunk. Csak mondjad, nem érdekel, nem számít. Hülyeségeket beszélsz, úgyse tudsz engem állítatni, akkor mindig nyelvek. Olyanokat is, sok olyanokat is el akar vállam hitetni, aki senki se tudná hitetni, azt azt rá, hogy nyilván meg át tudja hitetni. Már én mással nem is vitatkozok ilyen témákkal. Ferencivel mit tudja vitatkozni? Nem olyan, olyan képtelenséget állítok, amit sem is. Még azt is elfelejtettem a jehudi tanuljú, amit valamikor beszélgettünk, mert tudom, nem beszélt az ember róla, ugye ma azt is szépen már kezdem elfelejtgetni. Na hát mondjuk azt a bármikor felújíthatod, már van folyóirat elég, hát jó, hát mit a partner is van. Emlékszem, hogy a vért nem fogadják el, meg mit tudom én mi, meg nem járnak a temetőbe gondozni ezekülöket. Na, valakik járnak, valakik nem járnak. Na, de hát a hiába járnak ott, mit találnak ottan semmi, ott csak a hírgak vannak ott. Én minél többet vitatkozok az Oscarral, annál inkább rájövök én arra, hogy igenis, jó dolog, hogyha azért vannak kisebb-nagyobb csoportok, akik kivonulnak az átlagos emberi élet, normális emberi életmódból. Már azok legalább tükröt tartanak az ember elé, hogy na, most lám, hát így is lehet szemlélni a világot, vagy amúgy is lehet szemlélni a világot. Ne engem nézegessél, mert az Oscar nézegess inkább, na, most engem. Te beszélsz. Mindegy, akkor is. De viszont én mindenképpen, szóval egyre inkább abban erősödök meg, hogy igenis, ha én helyt akarok állni, akkor én ne vonuljak ki, mert ugye a legkönnyebb. Hát ti ottan üssétek egymást, meg osztozkodjatok, vagy én kivonulok, csináljatok, amit akartok. Nem avatkozok bele. De az a könnyebbik módszer. Én menjek én is oda ki. És álljak be a vitába, vagy akármiben. És éljek úgy, mint más, de mutassam meg, hogy lehet különbül is. Jobban is csinálni, mint az átlag. És én szerintem ez az igazi emberi érték, ha valaki nem igyekszik, nem tudom milyen kirívó lenni, na most én abban vagyok más, mint vagy abban vagyok más, igyekezzek aránylag normális, elfogadható emberi életet élni. És bemutatni az embereknek azt, hogy nehéz helyzetekben is meg tudunk maradni embernek. Na és ez az, az a legnehezebb. De az a legkönnyebb, hogy én minden kivonulok, na ti csináljátok a nehezét, én kivonulok mindenből, de majd ha valamit jó dolgot ki harcultok, abban jó dolog, én nekem is tudom. A szerzárteség vonultak ki minden hasznos dolgunk, hogy meg haszontalanokban már nem vannak. Például itt a rádióban volt, hogy vannak olyan szerzártesek, amik egyébként sem csinálok, mint csak imádkoznak. Aztán ma a szerzárteség meg is zárra ki ők át, úgyhogy munkálkodni is kell, nem csak imádkozni. Ha miért Jehova tanulói mit csinálnak? Jehova tanulói nem egyáltalán a munkahelyen se veszik ki részüket a munkából normálisan, már csak annyit dolgoznak, amelyik nagyon muszáj, Jehova tanulója nem lehet számítani, hogy éjjel-nappal túlórában minden őket be lehessen nézni, licitálni a munkahelyre, mert akkor inkább odébb állnak. Jehova tanulója annyit dolgoznak, amennyi pont a testüknek megfelel, már akkor utána menni kell ugye 2-3-szor hátánt a gyülekezetbe, meg akkor meg még a prédikáló tevékenységre is menni kell. Azok csak annyit dolgoznak, amit nagyon muszáj. Tehát különösen van a munkahely, vagy nagyon nem számíthat rájuk túlórában, meg egyebekben. Az egyéb dolgokban se lehet rájuk számítani, hogy arról van szó, hogy most a falunak legyen vízvezetékrendszere, vagy a falunak legyen egy új utcája. Különösen már javatlanul nem szólnak bele.
De hogyha megcsinálja a fajt... Nem is zsondra kiválom, már ami hasznos, értelmesabban mind bán vannak, ami meg hülyeség, meg értelmátlanokban mindenből kivonulnak. És még áll is szakos helyet őket arra kényszeríteni. Hogy részt vegyenek az olyan értelmátlanokat. Nem csoda. Hogy az értelmetlen dolgokban részt vegyenek, arra még áll is szakos helyet. Aztán ki mondja azt, hogy értelmetlen? Ki mondja azt, hogy értelmetlen? Hát a világtörténelem bizony is, ahogy állandóan ismétlik a hülyeségeinket, és soha nem tanulnak, és a gyűlösség, meg a háború, meg a vérontra, az a van utána az egész világtörténelem. Na mostan itt olvasok fel egy verset, hogy ami a világtörténelem... Leég a tűz! Diu, a hátad mögött. A világtörténelem dióhéjba, nem is egy városban ilyen, ami összefoglalja dióhéjba a világtörténelmet. Az a címe, hogy az isteni szövés. Nézd csak ülni, hogy elartod a titokzatos takarcsot. Fent az égben szövés. Jesszus atya, hát ilyenek akarsz te érvelni? Ilyen vásikék akarsz te érvelni? Hát én azt nem tenek erre ő neki. Hát meg a Ferenci előtt is, hát azért annak is nagyobb a fölfogása. Hát vársakán ne akarják, hogy hát, érvelni állítani. Hát például, akivel én leveláztam, legutoljára, az azt írta, hogy már én sokféle verseket, életszöveket írtam neki, azt találta érdekesnek. Azt a egyet találta érdekesnek. Tehát van, aki érdekesnek talál valaki meg. De hát a filozófiai vitát nem lehet lebonyolítani. Olyan meg nincs, hogy valami mindenkinek tetszett. Na, akkor csak rövid legyen. Rövid legyen lehetőleg, mert hosszan nem hallgatom át. Azt mondja, hogy nézd csak, mint ül, ugye látod a titokzatos takarcsot. Fent az égben szövőszéken, már sivalom meg a kezében. Amint szövi a szövetét, csodálatos a rend nála, sorba perdül minden szála. Egy világos, egy sötét. Minden élet egy-egy orsó, a legalsó az utolsó. Hogy szóba híván ölcsek, a királyok és a bölcsek, a nemesek és aprólok, mindenfajta rangok, módok. Minden korbéli élőlény egy-egy szála vetélvéje. Hadak futnak, fut a bőség, a trónok az egyenlőség. S föl lejárnak nemzetek, míg szövődik a remek. Úgy szövi azt az ő karja, ahogy a takarcs akarja. Jól figyeld meg a takarcsot, csodálatos munkát látsz ott. Nézd mély rendben, mély nyugodtan, jár a nagy vádélő ottan. Zaj zavar közt ő jól tudja, minden szarnak mi az útja. Minden mozgás, ellenmozgás, össze-vissza sürgés, forgás. Nagy eredmény hogyan lézen, összefolyvan egy egészben. Dicső csoda, mély szövés ez. Mélységéből mit sem érez, mit sem tud meg, semmikor, semmiféle mesekor. Csak az égnek fénye mellett a hit látja elrejtelmet. Útján a történelemnek a lábnyomok merre mennek. Követvén a tisztaságot, megmérvén a hazugságot. Lágyan enyhén jól kimérve, angyal léptek ütemére. Pándül minden szalra szalba, artömörve egyé varva. Egy szövés minden alakban, változó csak álnyalatban. S valamennyit ómíj talán, megfejteni egyáltalán, vagy hogyan lehet ezt? Világítja a középen, tündökörve ékel szépen egy kereszt. Hát a kereszt az azért van itt, mert abban az idejére még úgy képzelték. Na vége van? Nem. Na minden vége lesz. Azt kérdezték, hogy a Krisztus kereszten feszítették meg, ő lehet a római birodalma sohasem alkalmazták. Az nem kívül fontosan. Ha nem lehet volna mindegy a Jézus Krisztus, akkor hova tegeztek? Sohasem alkalmazták ezt a kivézési módszert, soha senkit nem feszítették. Az óriási a kereszt, hanem kinoszlopra. Ez egy akkora tantétál, hogy Hát a mai korban is a lelkibajokat túl mondják, hogy minden embernek megvan a saját keresztje. Meg keresztények, keresztről lett elnevezve a katolikus, meg ők saját maguk is érdekes. Jehova tanúi keresztényeknek mondják magukat. Akkor miért mondják magukat keresztényeknek, hogyha az nem onnan indul ki a keresztszóból? Én sohasem kérdeztem őket. Akkor hogyan lettek keresztények? Én csak annyit tudok, amit az iskolában tanítottak. Ott úgy tanították, hogy a katolikusok keresztényeknek
nevezik magukat, arra hivatkozva, hogy a keresztbű származottász, hogy keresztény, viszont a protestánsok meg nem keresztényeknek, hanem nem keresztényeknek, hanem keresztényeknek. Hát egyben egy betű különbség van. Teljesen mindegy, Oszkár. Hát csak főszál hasogatás, ez főszál hasogatás. De Jehova tanulja, akkor mit lehetnek keresztények? Hát egy betű társa meg. Oszkár! Megváltoztassa. Ne csavarj! Ne csavarkod el! Jehova tanulja, miért lehetnek keresztények? Javacsony, miért lehetnek? Nem kell a csavar. Miért van, hogy akkor mi lett a keresztények? Ha fennel hangoztatják, hogy keresztről szó sincs az egész Jézus meg az egész vallásnak a területén, akkor ők miért keresztényeknek nevezik magukat? Ezt is meg lehet magyarázni, betérjünk el a témahatunk, maradjunk. Azt magyarázd meg! Témahatunk, hát maradjunk, először azt magyarázom meg, ami bálakászett az ember. Előbb azt magyarázd akkor meg! Már röviden meg kell magyarázni. Reformátusok a prezesztársak. Látod, mi arra vazdi? Azt mondtam, hogy nem keresztények, hanem keresztények. Már először a Krisztus követői keresztényeknek neveztik, ha nem keresztet jelentek, hanem Krisztus követőt jelentek. Tehát az Krisztoforosz, édes fiam, Krisztoforosz, Krisztus hordozó, Krisztoforosz. Abban nincs már a keresztényben a Krisztus szó. A Krisztof, az a Krisztof, Krisztus. Nincs már a keresztényben sem, meg a keresztényben sem a Krisztus. Abba csak a kereszt van bánt! Mert a lövé támpogás... Hát nézd, a táplomtornyon is a katolikusoknak a táplomtornyon a kereszt van, a reformátusoknak sehol nem találsz kereszt. Nem érdekes, de abban nincs már a Krisztus szó, édes fiam! Abban nincs már a Krisztus szó! A Krisztoforosz, Krisztus hordozó! Abban Krisztof, benn van a Krisztus! De a keresztényben sem, meg a keresztényben sincs bánt a Krisztus! Szóval... Nem csavarjuk ám jobbra-balra a dolgokat, mert azért van, aki ezt teveszi el. Elég vita volt a... Vallások között. Hát mindig is volt valami. Mindig is volt. Hogy azt kétféleképpen értelmezték, de... Attól még nincs kétféleképpen értelmezve, mert szó tárgyalagű izé is van. Az egyik ország területén így nevezzük, vagy az országnak az egyik területén így nevezzük valamit, másik területén így. Csak rég utam a semmi. Egy kis tárgyalagű tájszólás, hogy egy pici betű meg van változtatva benne. Aztán annyi. Hová mész? Vagy há mész? Azt mondjuk Zalában. Hová mész, úgy mondják mások. Szöged, azt mondják ott lenn. Mi azt mondjuk Szeged. Egy-két betű vagy szó, az eltérhet, attól még nem változik a szó. Mi szerkesztették a keresztet, a katolikusok? A Csambusz bálványnak a nagy térbetűi mű, a nagy térbetű, ugye fölfelé csináltak neki, fölfelé is bekozoroltak a szarrat, és így lett a... Így lett a kereszt. Látod, mi arra vazni? Ezt csinálja! Mindegy, Laci, de arra figyelj oda, hogy mi arra vazni. Látod, hogyan... Én azt kérdeztem, hogy Jehova tanúja, akkor miért a keresztényeknek nevezik magukat, hogyha keresztről szó sincs az egész Krisztus életérben, meg a megfeszítésében sem, meg attól fogva se semmivel. Látod, mi arra vazni? Már fél órát beszél, és másról beszél. A csűrésnek, a csavarásnak egy olyan mestere, ha valahoz évek kellenek, mint én nekem is itt a viták során évek kellettek ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy ez amikor sarokba van szorítva, akkor a csűrés csavarásokat tesz bele a dolgokba, mondom, hogy az ember rá se jöjjön arra, hogy már is felejts azt egyáltalán, mit akar tőle kérdezni. Nagyon, nagyon könnyű, egyszerű magyarázatot találni erre. Na, magyarázd! Mivel, hogy... Valamikor tényleg rengeteg vita volt állni, de már régóta ideadtam vita, nincs, hogy még azt se tudja, jó szerű a senki sem, hogy mi a különbség a két szó között. Még csak nem is tudják, tehát nem is vita azok róla, tehát értelme nincsen neki most, hogy kereszténynek vagy kereszténynek. Látod, még mindig mondják, már akár hogyan mondják, ugyanazt értik alatta, már most már nem adnak különbséget a kettő, meg nincs is különbség most már. Valamikor volt, meg nagyon sok vita is volt, de most már egy lesz az összes vallás, hát minden lesz, hogy ne... Látod a ravasz rókát? Figyeled a ravasz rókát? Hogyan tud mellé beszélni? A mellé beszélésnek a professzora úgy beszél mellé, hogy... Mi az a Tamusz Balbannak? Az azért mondom! Úgy megzavar téged, hát a végén azt sem tudod, hogy mit kérdeztél tőle legelőször. Ez a mellé beszélésnek, a hamis profétaságnak, az ördög cimboraságának az élő példának. Hát úgy mellé tud beszélni, hogy a végén azt sem tudod, hogy mit kérdeztél a kezdetén. Úgy mellé beszélni. Na most magyarázom meg azt a kérdést, hogy a Csambusz balvány. Azt magyarázd meg, hogy Jehova tanúi miért keresztények, azt magyarázd meg!
Miért keresztények? Hogy miért nevezik magad keresztényeknek? Hát akkor akar így nevezik, az ugyanaz, már nem látnak különbséget. Már jó szerint, én soha nem hallottam a értelek oda senkit is, hogy különbséget látnának a két szó. Senki nem arról vált, Oszkár! Hát ez megáll az asztal! Tehát teljesen mind... Megáll az asztal, hogy ez hiányom az! Ért is, sőt... Ennyire nem itt túlzásban olyan nagy a hasonlósága kettő között. Senki nem azt kérdezte. Hogy esetleg meg se... Nem arról van szó. Nem arról van szó. Tér vagy tiéd mondod te. Tiéd vagy tiéd. Hát megáll az eszed. Te Oszkár! Ennyire most már professzorságnak a tetejére viszed a mellé beszélést. Én nem azt kérdeztem. Egyáltalán miért nevezik kereszténynek magukat? Én nem arról beszéltem, hogy van-e most különbség a keresztény meg a keresztény szó között, mert szerintem semmi különbség nincs a két szó között. Én egyszerűen arról beszélek, hogy te azt kezdted mondani az előbb, hogy a kereszt szó milyen helytelen kifejezés, már Jézus nem kereszte feszítették. Erre kérdeztem én azt látni, területet, hogy akkor Jehova tanulja. Más oldalról is. Akkor miért nevezik magad keresztény? Na jó, meg lehet ezt más oldalról is világítani. Ki beszél minden? Más oldalról is. Ki beszél? Na ki beszél? Egy olyan nagy csoportja, amit keresztényeknek neveznek, aminek talán a fő értelme a Krisztus követés, már ezt értik, valamennyien értik alatt, mind azt állítsák, hogy ők a Krisztusnak a tanainak a követői valamennyien azt állítsák. Tehát ezért is nevezik magukat keresztényeknek javaton is, mert ez a csoporthoz tartoznak, abban szempontból nézve, ez a csoporthoz tartoznak, már ők is Krisztus követőire tartsak magukat. Még nagyon sokan annak tartsak magukat. Oszkár, tudod, ilyenkor mi jut eszembe? Ilyenkor csak az jut az eszembe, hogy kimagyarázni végtelenségig mindent lehet. Kimagyarázni! Nem megmagyarázni, hanem kimagyarázni. A fantázia végtelen. Erre én csak azt tudom mondani. A fantázia az végtelen. Hát az végtelen. Meg kimagyarázni dolgokat végtelenül lehet. Még ha Jehova tanulni, vették a... Nem tudom, mi az a tanult bármány. Jó, az majd... Ha Jehova tanúi vették maguknak azt a bátorságot, hogy eredetileg bibliakutatók voltak, és vették maguknak azt a nagyképűséget és bátorságot, hogy Jehova tanúinak kinevezték saját magukat. Nem, a Biblia nevezi azt. Na persze, a Bibliának nincs szája. Bibliának nincs szája. Ők maguk kinevezték magukat annak, már hogy ő rájuk értelmi a Bibliában az meg az, ők a Jehova tanúi. Ők vették azt a bátorságot és azt a nagyképűséget, hogy kinevezték magukat Jehova Istennek a tanúinak. Ha már egyszer erre a szintjére eljutottak a nagyképűségnek, akkor már választhattak volna más nevet is, mert te is azt mondod, Jehova tanú is mind azt mondják, hogy az összes vallás mind az ördögnek a cimborasága alatt történik, az összes vallás mind az ördög befolyása alatt, a katolikusok, reformátusok, mind. Fúj az ördög cimborasága. Ezt a Jehova tanúi az egyedüli olyan vallás, ami az Istennek tetszik, ami az Istennek az igazi, ami egyedüli az összes sok-sok ezer vallás között. Hát ha már eddig eljutottak, akkor én már nem közösködök semmiféle se keresztény, se katolikus, se keresztény, se kutyafülá névvel, akkor már elhatárolom magamat ezzel az ördög cimboraságának nevezett összes vallástól, hogy még névvel sem közösködök velük, hanem azért van a nyelv, magyar nyelv is, meg minden nyelv olyan gazdag, hogy akkor tudtam volna egy olyan szót magamra, hogy mi vagyunk a Jehova tanúi, és mi vagyunk a még az egyéb ilyen vagy olyan nevezetű izék, de semmiképpen sem találok egy olyan közös szót, ami rájellemzi a katolikusokra, vagy akár ki egyébekre. Hogyha én utálom a katolikusokat, már az ördög cimborája, a pápa az ördögnek direkt a cimborája. A sok szerzet és az apáca, fúj, mind a fertőben éltek, a tisztátalanságban, parázdaságban éltek. Akkor már elhatárolom magamat, megnevezésben is. Ha azok katolikus kereszténynek nevezik magukat, akkor én se katolikusnak nem nevezem magam, sem kereszténynek nem nevezem, meg kereszténynek sem, meg semminek sem. Annyira nem lehet rá különböztetni. De lehet? Milyen dal vagy, mert elérünk. Na, én befejeztem, adom a pályát. Már nincs a világon még két olyan dolog, amik között valami hasonlóság ne volna. De ez most
iszonyatosan fontos az álnevezés. Az álnevezés az mindig nagyon fontos. Hogy minden dolgot. Ha én nem akarok közösködni valakivel, akkor népen is álmatárolódom. Határnak. Népen is álmatárolódom. Ha tökéletesen nem lehet álmatárolódni, hogy tökéletesen, hogy semmi tulajdonság, most ne legyenek a hasonló, olyan nem létezik a világ olyan dolog, ami... ami minden megkülönbözik a világ összes dolgaitól, semmi hasonlóságos és sincsen más dolgokkal. Akkor olyan nincs, mert minden először. Valami hasonlóság van minden. Na de ha Jehova tanúi, azt mondják, hogy egyedül ők az igaz vallás. Többi vallás mind az ördögnek a vallása. Már mindegyikben ott van az ördögnek a befolyása. Ők egyedül azok, akik valóban tiszta vallásban vannak. Hát nem a Biblia, mert ők tízéték ki maguk. Oszkár, a sorrend nem mindegy. Nem a Biblia nyitotta ki a száját, mert a Bibliának nincs se agya, se szája, se keze. Nem tudta mondani. Persze. Ahogyan akarom, úgy értelmezem a Bibliát is. Nem véletlenül van oda sok szászére. Most úgy, hogy ellentmondások vannak benne, vagy úgy, hogy nincs ellentmondás. Azt kérdezik bele. Lehet addig vitatkozni, egy élet hosszáig is lehet vitatkozni, hogy akkor én minden emberültek, hogy vannak ellentmondások, vagy nincsenek ellentmondások. Úgyhogy ez csak a ravasságnak a tetőfoka. Az a ravasságnak a tetőfoka. De hogyha én igazi, különállónak tartom magamat, minden vallással el akarok határolódni, mert azt mondom, hogy az összes vallás mind. Másik oldal. Egyedül én vagyok azon az oldalon, egyedül én, az én vallásom, ami az Istennek tetszik, ami az Istennek szerint helyes és jó, akkor arra nagyon vigyázok az elnevezésemre, nagyon vigyázok. És akkor nem merítek az általam ördög cimboraságának, meg ördög befolyásának alatt tartott vallásoknak a neveiből, ha én magam a sok ezer vallásban átülönítem magamat, hogy én vagyok a különálló vallás, amelyik egyedül tetszik az Istennek, az én, ahova tartozok, az, amelyik tetszik egyedül az Istennek, akkor már arra vigyázok, hogy az elnevezésem is különálló legyen, még véletlenül sem legyen egyezés azokkal a vallásokkal, amiket én úgy mondom, hogy utálom. Semmi bársenyítésenek olyan nem létezik. Te a rúgatszó semmi bársen, meg mindenben, Oszkár megint a kanyar, meg megint a ravasság. Megint ott vagyunk. Oszkár, én észreveszem a kanyarokat, meg a ravasságokat, észreveszem. Na, jó, de hát van egy olyan mondás, hogy a rózsának bármire nevet, az lakvis rózsa marad. Tehát mindegy, hogy Isten minek nevezek, az lakvis Isten marad mindenki számára. Nem veszheted Istennek, nem veszheted Istvánnak, Máriának, vagy itt vagy, akkor is csak szentek. Nos! Nagyon vicces vagy! De érted, hogy magyarázom? Nem. Hát mindegy, hogyan hívod az Istent, milyen nyelvvel, hogyan hívják az Istent. Milyen nyelvvel, az igen. Aki még egy Isten marad a világon. A nyelvaktől persze, hogy független, de minden nyelvben megvan az Istennek a külön neve. Magyaroknál Isten, a németeknél a Bot, franciáknál a Dieu, tehát de nem nevezheted egy lószarnak, vagy citromnak, vagy... Köszönöm szépen Istent lószarnak. Na jó, ezt én csak hülyeségből mondtam. Azt mondtad, hogy akármilyen nevezem, attól még az Isten marad. Hát attól az Isten persze, hogy az marad. Csak az, ami nem mindegy, az, hogy te most minek nevezted. Már, de még ha magadban nevezted, nem hallotta senki, akkor még nevezheted akárminek. De ha már hallottál más is, akkor az a másik személy már nem tudja azt, hogy te miről beszéltél. Jó, te azt mondtad, hogy átkülönítés. Hát akárminek nevezed Istent, az akkor is egy Isten marad az egész világ számára, nem? Akármilyen. Na, de most itt pont nem arról volt... Na, kifutkálod a képjére, akkor neki utálod bárszor. Na, de most az pont nem arról volt, hogy minek nevezzük Isten. Hát hiszen Jehova tanúi voltak olyan nagyképiek, hogy megnevezték, hogy ők az Istent Jehovának nevezik. Tehát arra kerestek egy külön szót, mert ugye a Bibliában az van, hogy Jahve, ez a J-H-V, mert ugye a régi héber írásban csak mással hangzók voltak, magánhangzók nem voltak. Hát ugye az Jehova, és az az Istennek a valódi neve? Nem, az az érdekes bár. Na mindegy, de hogy ott úgy kell nevezni az Istent, hogy Jehova. Azt jelenti, hogy Isten, nem? Hát végül is, ha Jehova az Istenünknek, akiről gondoljuk, hogy a fő Isten, aki körülöttünk van, aki majd gondolkodik rólunk, annak az a neve, hogy Jehova. Mert Istenekről, ha úgymond ugye sokféle Istenről voltak régen is mindenféle Istenek, vagy mit tudom én. De azt Jehovának kell mondani. Kész. Nem Allahnak, vagy Buddhának, vagy mit tudom én akárminek. Hát nem az, hogy akár, csak annak kell mondani. Az, hogy Jehova, már az a, meg ahhoz a szóhoz, hogy Jehova, az az Isten tartozik, akit az Isten... Egy Jehova nem mondja azt, hogy jaj Istenünk, segíts meg, hanem azt mondja, hogy jaj Jehova, segíts meg. Hát lehet, hogy azt mondja, de nem az a lényeg, hanem hogy a már... Istenünk, segíts meg, Jehova. Abból elhatárolódtak a katolikus keresztényektől, a reformátusoktól, meg az egyebektől.
hogy nem Istennek nevezik, mint ugye a katolikus keresztények meg Istennek a... is nevezik. Miért nevezik, nevezik annak Istennek? Is, de azt mondják ugye, hogy Jehova. Nem, de Jehova is mondja, hogy Istennek nevezik. Az ő csoportjuknak az elnevezés. Nem, az a lényeget megkerülítek a lényeget. A lényeg az, hogy szinte majdnem mindennek van tulajdon neve, meg roundja, meg mit tudom, még mi van neki, ugye? Csak a Mohamedan talán az egyetlen vallás, amely ne, Istennek nem adott nevet. Nem adott nevet. Ki nem adott nevet? A Mohamedanok nem adtak az Istennek nevet. Valószínűleg az az egyetlen vallás. Hát azt mondja, hogy vallás valami nevet adott az Istennek. De az egy érdekesség ebben, hogy a keresztény vallások a rangok közé a legkisebbet választottak tulajdon névnek, azt adtak tulajdon névnek az Istennek, ami a rangok közé a legalacsonyabb, vagyis úr. Úr. Már például van olyan ország, például a Spanyolország, ott két kurdus veszekedik az utcán, de azért úrnak szólítsak egymást, már azt a tisztelet nem adják meg, hogy úrnak szólítsak, akkor nagyon lenézi ott a sárkát. Tehát ez a legalacsonyabb rang az úr. Már az bizonyos országban, hogy a kurdist is megint látja, hogy úrnak neve. A Magyarországon. Na, hát az egy tulajdon név tulajdonképpen, ha van a hajnak, esetleg ezt lehet valószínű tulajdon névnek is, ugye persze, az ilyen dolgokat. Na, inkább ebben vegyük hát a talán a keresztények a lehető legalacsonyabb rangot választottak tulajdon. Na, várjuk, mert nem tudok utána mászni még az oszkárok, hogy itt ilyen különbség. Na! A keresztények a rangok közé a legalacsonyabbat választottak tulajdon névül az Istenüknek. Hát ez egy érdekes. Hát akkor miért nem a legmagasabbat választottak, miért a legalacsonyabbat? Hát azért, hogy minden ember úgy érezte, hogy közébe tartozik olyan szegény, mint élet. Ahol a Bibliában Jehova van, a rádi régi Bibliából, ott mind úrra változtattak. Na aztán miért azáltal, hogy a Jehova tanulni Jehovának nevezik? Annak aztán abszolút semmiféle mellékzöngéje nincs, hogy most úr vagy, már az úrnak legalább van egy annyi jelentése, ugye, hogy úrnak bizonyos, ha valakit be akarok tisztelni, akkor úrnak szólítom. De az a Jehova szó, az végül is ugyanúgy nem volt semmit különösebben, nincs beltartalma neki. Hogy na most milyen fokozatban teszem azt, hogy Jehovának nevezem. Mint olyan a rádiónak sincs különösebben, vagy annak az olajnak sincs, hogy azt megnevezem. Már ha azt mondom valakinek, hogy uram, vagy úr, akkor annak van egy olyan, amit az ember tapasztalatokból tud, meg nevelése során, hogy a nyelvet megtanulja, meg fölnő. Ha valakinek azt mondom, hogy uram, akkor annak van egy olyan érzete, hogy megtisztelem. Van egy olyan jelentése, hogy megtisztelem, akire azt mondom, hogy uram. Még ha a kultusnak mondom is, vagy a királynak mondom is, vagy akárkinek. Ha azt mondom, hogy uram, azzal megtiszteltem azt az illetőt. De abban, hogy azt mondom neki, hogy Jehova, az csak annyi, mintha Lacinak azt mondom, hogy Laci. De ha Lacinak azt mondom, hogy uram, akkor megtiszteltem. De azt mondom, hogy Laci, akkor még nem lehet tudni, hogy tisztelem vagy nem tisztelem egyáltalán. Mert csak arra lehet, hogy nem, én szólítom. Megszólítom. Ha csak nem tudja, hogy értelem. Jehovát megszólítom, már állítólag az a neve, hogy Jehova. De akkor a megszólításomban sincs meg a tisztelet. Az már megint más kérdés, hogy most a bennem mikor megszólítom, van-e tisztelet, vagy nincs-e tisztelet. Mert a Laci iránt lehet tisztelet akkor is, ha azt mondom, hogy Laci. Meg azt mondom, hogy uram, akkor is lehet az, hogy nem tisztelem, csak éppen, hogy külsőségekbe adtam meg a tiszteletet. Tehát az, hogy hogyan szólítom meg, az még nem vonja magával egyúttal, hogy én mit válul, mit érzek. Mert tisztelhetem akkor is a Lacit, ha Lacinak mondom, de ha azt mondom neki, hogy uram, lehet, hogy akkor sem tisztelem, hanem gúnyolom csak magával. De viszont akkor legalább azért egyáltalánművé tettem, hogy megszólításkor legalább megadtam azt a tiszteletet. Az már mindegy, hogy minek fogom magam. Hogy nem a legalap, hanem a legfeljebb tiszteljék. Na de hát én azért mondtam, hogy hát itt nincs legalább meg legfeljebb, mert itt ez a két variáció van. Vagy a nevén szólítom, vagy uramnak szólítom azt az illetőt. Ha nevén szólítom azt az illetőt, akkor lehet, hogy belülről nagyon tisztelem, de legalábbis a megszólításomban én nem fejeztem ki a tiszteletet. Ha viszont a megszólításban, hogy uram, akkor már legalább a megszólításban meg kifejeztem azt a tiszteletet. Tehát ha Jehovát a nevén szólítom, akkor lehet, hogy tisztelem belülről, lehet, hogy nem tisztelem, de a megszólításban különösebb a tiszteletet nem fejeztem ki. De ha uramnak szólítom, akkor már a megszólításban már garantált a tisztelet kifejezése, iránta, sőt, ha meg még valóban tisztelem is azt az Isten, akkor tehát duplában meg a tisztelet,
már akkor belülről is megvan bennem a tisztelet. Ennyi? Valami szónak, megyek vizért. Nem ismerik az értelmét, vagy névlák nem ismerik az értelmét, akkor annak a számára az nem jelent semmit se, ugye? A nevekhez az idők folyamán sok mindent tapad hozzá, amikor aztán megismerik akkor, hogy ez mi annak a jelentősége ennek a névnek, például, hogy Deveszuszkal, hogy az mit jelent, akik megismerik az én élettörténelmet, hogy akkor azt tudja, akkor mit jelent. Az valaki... nem jelent semmit, Oszkár, édes egy fiam! Az csak a te neved. Hogyha valaki ismeri azt, hogy Devesz Oszkár, attól még nem biztos, hogy tudja azt, hogy ki az a Devesz Oszkár. Hogy tud róla mondani véleményt. Sőt, az meg végképp nem biztos, hogy reális véleményt tud róla mondani. Már az végképp nem biztos. Én ismerem Ferenci Lacit, de lehet, hogy nem is tudom azt, hogy milyen a természet. Jó van, őt még is tudom, már elég gyakran találkozok vele. De az alalövőn számtalan olyan ember van, akinek tudom a nevét. Ismerem úgymond évtizedek óta, már időnként találkozok vele. De nem tudnék róla semmit sem mondani, hogy a természete milyen. Hogy becsületes-e, amely nem becsületes. Tehát attól még, hogy valakit én nevén nevezek, Devesz Oszkár, attól még nem biztos, hogy egy reális véleményt is tudok róla nyilvánítani, már nem biztos, hogy ismerem annyira. Hát mindenki tudja, ne beszél olyan dolgokat. Mit tud mindenki? Amit mindenki, amúgy is tud mindenki. Mit? Hát amit most már... Te kezdted azt mondani, hogy valaki azt tudja, hogy Devesz Oszkár, akkor azt is tudja, hogy a Devesz Oszkár kiféle, milyen a tárgyal. Ki tudja, ki nem tudja. Tökéletesen nem tudsz, hogy csak külsőségekben lehet megismerni egy ember, teljes egészében nem tudsz megismerni. Meg nagy van annak esetleg kikövetkeztetni, de az Oszkár azt kezdte az előbb pocogatni, hogy na mondd el még egyszer. Hát nem tartozik, nem tartozik a lényeg. Na mondd el még egyszer. Mit? Amit az előbb kezdtél mondani. Na mondd el még egyszer. Mit kezdtél? Valamit Isten is a nevén nevezzük. Meg ha nem az Oszkárt is a nevén nevezzük, akkor tudjuk azt, hogy kiről van szó. Hát, hogy tudjuk, hogy a Jáva névnek mi az értelme, akkor tudni kellenék, hogy az Arált értelme mi volt neki, meg az idik folyam miféle értelmek dolgok tapadtak, kapcsolódtak még csak hozzá. Nem tudom, mi volt az Arált értelme, nem tudom, mi volt az Arált értelme, Jehovának. Hogy az Arált... Hát mi lehetett az Arált értelme? Most hallom én is azt először. Hát először, de ahogy is először hallom. Hát ahogy nem. Nem egyszer már mondtam ilyen. Mit? Hogy a... Előre lenni, hogy mindeneknek a végső oka azt jelenti, állatják azt jelenti a Jehova név, hogy mindeneknek előtt lenni, vagy mindeneknek a végső oka, hogy odaig tudunk ányogozni, de tovább nem. Hogy mindennek az okat odaig lehet visszavezetni, és tovább nem tudjuk nyomozni. Tehát a mindeneknek a végső oka, meg hát a történelem úgy. Csodálkodtál például, mikor választott magának egy népet, a zsidó népet kiválasztotta magának aztán. Kivállette Egyiptomba, a Vöröstengeren, száraz alapba mentek át, mert mikor a Jerikó előtt táboroztak, aztán aradás idején minden partja fölött folyt a víz nagy aradalmat, meg áfőzett, hogy aradás idején, ami rendkívül dolgatok, szárosan szokott lenni. Aztán ők száraz alapba keltek át a Jordánon. Ja, hallottam Bibliából. Meg számtalan ilyen. Csoda. Én nem hallottam, én a Vöröstengert hallottam, hogy ott keltek át száraz lába, megnyílt. De a templomban is mi van azon a képen, ahol az Isten jár, ez a tenger megnyílik, és a zsidók átkelnek. A Vöröstenger, de nem a Jordán. Jakon már. Hát a Bibliában van írva, hogy a Jordánon hogyan kárták át a füle forka minden. Mert még Azt hallom először, mert én a Vöröstengert tudtam csak idáig, hogy a Vöröstengeren kárták át. Na hát én is azt tudom, mert a templomban mutat az Isten a kezében, megnyílik a tenger, és akkor mennek át rajta a zsidók. Úgy menti meg a zsidó nép, hát az Isten. De a Jordánon is átkeltek száraz lábbal, azt mondtam. De a Jehovákhoz most akkor ugyanaz a csoportba tartozik, a Mellel is keresztény, meg a Jehovának a kellemetés akkor, nem? Mi? Hát már nem keresztény vallás, hogy jelenleg van. Szépen vagyunk. Te most már úgy összekevered a dolgokat, hogy aztán külön egy hétkülön, amik kibogozott magadat. Hát te beszélti a keveredésre, Jehova meg a keresztény vallás keveredéséről. A keresztény vallás is bánban az, hogy a zsidókat hogyan menti meg az Isten, hogy átkelnek a tengere. Lacikám, erre most leülök, utána melyik át vizér. Ne. A Biblia az egy és ugyanaz, az több száz vagy több ezer vallás van, ami a Biblián alapszik. Nem alapszik, csak azt állítsak, hogy azon alapszik. Kuss! Most én beszélek. Aztán a mi a választanunk, egyáltalán azt támogatják a Bibliából, meg nem egyáltalán arra meghallgatnak. Te is ezt csinálod?
Te is a gombhoz igazítod a kabátot! Nem a kabátod a gombod! Számtalan szobában bizonyítottam! Adva van a Biblia! Azt lefordították már az évezredek során számtalan nyelvre. Gondolhatod, ha én most neked küldök egy levelet, azt is úgy értelmezed, ahogyan te engem ismersz, vagy ahogyan te magad észvágylág, értelmezed, ahogyan ismer válsz, úgy értelmezed. De ha én odaadnám a szomszédasszonyodnak, a Berkesfalinak, az már lehet, hogy mást olvastak ki abból az én levelemből, a következő szomszédre megint mást olvastak ki. Most képzeld el, az a több száz oldalas, vagy több ezer oldalas könyvmű, mint a Biblia. Körülbelül ezer oldalas könyvből. Mi mindent lehet, ugye? Kiolvasni, vagy belemagyarázni, vagy mit tudom én. Ugye? Komplikálni. Tehát nem véletlen, hogy több száz vagy több ezer vallás jött létre az évezredek során, amelyiknek mindenek a fő műve a Biblia. Márhogy az ő alapművük a Biblia, ők az Istent imádják, és ők a Biblia alapján igyekeznek élni Istennek tetsző életmódot. De ugye nyilván, hogy mindegyik csoport mást olvas ki a Bibliából, másképp magyarázza a dolgokat, és azért van az a sok száz meg sok ezerféle vallás. És ezek közül egy a Jehova tanúi. Ők szintén egy a sok közül, akik ők azt mondják, hogy igenis ők értelmezik jól a Bibliát. Ők tudják azt, hogy az Isten mit akart, mi a szándéka velünk, mit közöl velünk a Biblia által. Ők az igazi Istennek, ők az Istennek a népe, ők ismerik igaziból a Bibliát. A többi vallás az mind-mind csak belemagyaráz, félremagyaráz, ahogyan éppen nekik az érdekeiknek megfelel, úgy magyarázzák a Bibliát, meg stb. Ők az igazi nép, akik aztán valóban úgy megmagyarázzák a Bibliába való dolgokat, hogy ott aztán ellentmondások nincsenek. Ők ezt tartják magukról. De hogyha megnézed a többi vallást, a többi vallás is ugyanezt tartja magáról. Hát még az is magas, hogy mi az, hogy előlenni, meg a következtetés, vagy hogyan magyarázt a Gyoskát. A Jehova nevét, hogy előlenni, meg tudni a végét, vagy... Mindennek a végső oka az Isten. Az Oszkár szerint. Minden történésnek, ez azt jelenti, hogy minden történésnek a végső oka az Isten. Ja, mindent oda lehet visszavezetni. Minden jót, rosszat, mindent. Na de ebben megint csak nem mondottál semmit az Oszkár. Mindeneknek a végső oka. Az igaz, csak ebben még megint semmit nem mondott. Már abban, hogy mindent vissza lehet vezetni az Istenig, ezzel egyáltalán semmit nem mondott, mert ha ugyanazt mondod, hogy a nagy bumig vezeted vissza, mint amit a materialisták mondanak, abban is csak ugyanazt mondtad? Már ahhoz, hogy a kettő között mi a különbség, vagy van-e különbség, ahhoz akkor meg kell magyarázni azt, hogy mi az a nagy bumb, vagy mi az, hogy az Isten. Egyáltalán ki az Isten, mi az Isten, hogy jött létre az Isten, amivel a materialisták szoktak ugye mindig érvelni, hogy hát akkor az Isten kihozta létre. Hát lehet, hogy ez csak az eltolása a probléma. Hát a nagy bumb semmit sem magyaráz meg. Már az, de az az Isten kizé sem magyaráz meg semmit. Akkor szétrubbanik. Aztán még kád vissza, aztán összehullik. De abban semmiféle rendszerek kialakul nem tudnak, mert akkor kell olyan árnák is lenni, amit Alice is fajra, Alice is ne zuhanjanak vissza, hogy az megmaradjon az a rendszer. Szóval csupán a nagy dúl, az semmiféle világrendet meg nem tud magyarázni. De megmagyarázna rakcsúfokba is, most már több milliárd év eltelt, akik azt hiszik, a materialisták, akik azt hiszik. Több milliárd év eltelt, és valami rendszert már is kimagyaráztak, nagyon sok mindent, mert ugye a csillagászok már magas fokon tudják a dolgokat, meg nagyon sok minden törvényszerűséget már kimutattak. És valamilyen rendszer van, most már nem működne 13-14 milliárd éve a dolog, ha semmiféle rendszer meg törvényszerűség nem volna meg, hanem össze-vissza lenne. Már igenis, valami törvényszerűség alakult, kialakultak a galaxisok, galaxisokon belül ugye a naprendszerek, a mi galaxisokon belül meg egy olyan naprendszer, ahol pont mi vagyunk. De lehet, hogy vannak olyan naprendszerek, ahol még minálunk fejlettebbek is vannak, na de hát ez ugye egy más kérdés. De valamilyen törvényszerűségek vannak, rendszeresség van a materialisták elméletében is, és a nagybum elméletében is, már működik az is. És annak alapján is a csillagászok, matematikusok, fizikusok nagyon-nagyon sok olyan törvényszerűséget ki tudtak már ideig is mutatni, amikre építeni is tudnak. És építik a következő számításaikat, vizsgálódásaikat szépen sorban, és ha néha-néha van valami, ami nem passzol be, hát akkor azt fölvizsgálják meg, akkor esetleg átírják. De abban is vannak ugyanolyan törvényszerűségek, de ami a lényege, hogy sokkal kevesebb a belemagyarázási lehetőség, mint a Bibliában, meg az egyéb vallásokban. Már ott aztán végtelenségig bele lehet magyarázni mindent. Abban aztán mindenki úgy magyarázza azt a Bibliát, vagy azt a Koránt, vagy azt az akármit, ahogyan ő neki tetszik.
De gyakorlatilag a vallásban, a törvényszerűségeknek arrondónak kellene lenni, nem? Hát azok a vallásokban mégis vannak, édes fiam, mivel hogy? Az én véleményem, amit ugye az Oszkárra rengeteget szoktunk vitatkozni. Nekem az a véleményem, hogy azért van az a rengeteg sokféle vallás, mert rengeteg sokféle az ember típus is. És nyilvánvaló, hogy annak alapján alakultak ki, az igényeknek alapján alakultak ki a vallások. Kádárpán nagyon megfelelt ez a keresztény vallás, katolikus vallás, ami Kádárpán kialakult. Még ugye a római birodalom kezdetekor, ugye a, még a Néró irányá, meg stb. Ugye, amikor a kereszténységet még üldözték, meg mit tudom én. Már kezdte üldözni a katolikus vallást. Már akkoriban az egy nagyon jó, már ugye még mi is tanultuk annak idején, hogy, és én ezt el is hiszem, hogy akkoriban igázták le abba a tájba, ugye a időszámítás előtt, ugye, vagy időszámítás után 68-ban ugye a Jeruzsálemet. De meg hát azelőtt is ugye már rómaiak jártak arra, meg leigázták a zsidókat, meg stb. Tehát ez a leigázott népeknek lett a vallása, ugye? Nem a győztes, a diadalittas népeknek, mert a Róma még ugye jó pár évszázadig megőrizte a saját maga isteneit, a harc istenét, meg az egyéb isteneket. A győztes, a diadalittas, a hatalmas nép, aki ugye a többi népeket leigázta. De a leigázott népek, akiknek nem volt más reményük, akiknek bele kellett nyugodni a leigázottságba, bele kellett törődni, azok kialakították azt a vallást, ami a beletörődésnek a tipikus vallása. Nem, hát a Róma nem... Már ez a katolikus vallásnak a tipikus jellemzője, hogy fogadja már a rosszat, a végtelenségig, mert az Isten úgy akarta, hogy a rosszat fogadjunk át, vagy aggass úgy bennünket, már most az Isten esetleg pont megpróbál bennünket az is úgy tanulszal, vagy valami. Tehát a tipikus beletörődésnek, a belenyugvásnak, a rosszba, a reménytelenségbe való belenyugvásnak a vallása végül is, ha úgy nézzük, a Bibliának a nagyon toleráns volt a vallásokkal. Az más kérdés, hogy tolerán. Mindegy. Most itt nem arról van szó, hogy... Minden Isten bement a Pantheonba, csak egyedül elvárni. De azért a zsidókat se üldözték. Tehát a vallásba kellene lenni. A zsidókat csak odaözt a vallásuk deformálásából. Itt nem arról van szó, hogy akadályozol le vagy nem, de emberi öntudat is van a világon. Te hiába, ha te vagy itt a király, én meg a rabszolgád vagyok, hiába engeded nekem meg, mint rabszolgának, hogy minden nap háromszor letérdeljek Mekka felé, vagy elvonuljak Mekka felé. Az emberi tudatomat akkor is érteni fogja, hogy te megengedted. Nem én tudtam kihatszolni saját magamnak, és szabad akaratomból, és szabad erőmből azt a meghajlásokat. És így sérteni fogja az én emberi öntudatomat, hogy te vagy a király, én meg csak rabszolga vagyok melletted. Hiába engedsz meg én nekem mindent. De akkor is az a tudat megmérgezi az én mi voltomat, vagy lelki világomat. Ahogyan annak idején egyes leigázott népeknek a lelki világát is megmérgezte. Azt hiába engedtek meg nekik a rómaiak mindent. De azért akkor is mégiscsak az a tudat, hogy Róma az úr, ők meg a beosztottak, a rabszolgák, vagy az elnyomottak, az megmérgezett mindenféle engedményt. Ha toronyolát táncostól, ha mindent akárki megengedtek volna neki, az a tudat, hogy mégiscsak az uraság engedte meg az addigi szabad független népnek. Ura van, urasága van, egy külön másik nép, másik istenekkel. Az már megmérgezett volna mindent, megkeserítette volna a legédesebb kalácsot is, meg a legédesebb a pecsenyét is. Ha oda tette is volna elég a rómaiak, hogy neztek egyétek minden est, minden nap. Akkor is megkeserítette volna, mert minden népnek, minden embernek megvan a szabad öntudata, a szabadságra, az önállóságra, a saját magának, az életmódjához, meg a való jogosultsága. Meg a dolgaihoz való jobb, hogy ő saját maga rendelkezzen maga fölött. Na de jó, valóban most miért ezért különítette el a jehovákat? Miért tetsz, hogy túlmának a jehovákat? Hát olyan túlságosan nem különítette. Tehát annyira, hogy a Pantheonban minden isten, minden évnek az istenit bevették, csak jehovát nem. Na de azért a zsidókat se akadályoztak a vallásuknak a gyakorlásába. Hát az még akkoriban nagyon újdonságnak számíthatott volna, hogy belegondolsz. Minden vallás. Mert abban az időszakban még az volt a divat, hogy mindennek megvolt a külön istene. Háború isten, szépség isten, termékenység, főisten, főisten felesége, a gyerekeik, az unokáik, a, mit tudom én, az emberekkel való félistenek, ugye az emberekkel való kapcsolatból származó félistenek, stb. Ezért fél vagy több száz féle isten volt, mindennek volt külön istene. Akkoriban az volt a divat. Hát persze, hogyha akkor előtt egy olyan nép, amelyik azt mondta, hogy csak is egy Isten van, nincs olyan külön, hogy háborúisten, nincs olyan, hogy az
tudásnak, az okosságnak az Istennek. Azok nem állítottak, hogy csak egy Isten van. Ők csak azt állítottak, hogy sok urak meg Istenek vannak, de nekik egy Istenük van. Ő csak egy Isten tisztelt. Tehát úgy mondta, hogy mindenkinek van Isten, de ő nekik külön Isten. Hát még Krisztus azt mondta, hogy jön a világ Isten, de nálam nincsen semmije. Tehát az ördög volt a világ Isten, azt hozta létre ezt a világrendet, meg azt tartja fönn. Ezt a világrendet. Vicces, nem? Vicces. Tehát van egy főfő Isten, aki megteremt egy akkora világmindenséget, ennyi galaxissal meg naprendszerrel. Aztán egy ördöggel nem boldogul. Mi? Aztán mindent rákenek az ördögre. Most én neked én teljesen, ahogy szoktam mondani az Oszkárnak, most ha én téged én saját kezilag ütlek, vagy azt mondom a Bélának, hogy gyere üsd a Lacit, nem mindegy neked, ha én is üsítve vagy. Csak a probléma eltolása. De probléma eltolása. Te, mint fájdalmat szenvedő lénynek, ugyan mindegy, hogy én ütlek téged át, vagy más üt téged. De világ számára már úgy van, hogy nem te váltottad. A külvilág számára úgy van, hogy nem te váltottad. Na azért mondom, hogy a végtelen lehetőségeben van a ravasságnak, a kimagyarázásnak, a belemagyarázásnak, a félremagyarázásnak. Mindenki ugye saját maga szerint, vagy a csoportok saját maguk szerint, ahogyan gondolják, hogy hogyan jó nekik. És én szerintem, amit még az előbb ugye, hogy nem fejeztem be, hogy azért jött létre ez a rengeteg sok vallás, mert azért különféle embertípusok vannak. És ezek a vallások úgy jöttek létre, hogy a különféle embertípusoknak az igényei mind ki legyenek elégítve. Már nyilvánvaló, hogy a muhammedán vallás az azoknak jó, akik szeretnek háborúzni, agresszívak, de akik oda váltak és ott lettek hívők, nyilván azok álltak oda be, főleg akik felnőtt fejjel választottak vallást, akik szerettek háborúzni, akik szerették ezt az agresszíva véleményt, mint amit a muhammedánok vallanak. A katolikusok közé azok állnak, akik teszem, hogy szerettek szerzetesnek menni, apácának menni, ezt az életmódot. Aki bál, már felnőtt fájdal való, nem a születéskor, amit a szülők beletesznek, hanem felnőtt fájdal, ha én nekiállok választani valamilyen vallást. Ha én meg javatlanul vallást választom felnőtt fájdal, akkor nyilvánvaló, hogy én nekem nagyon erős hajlamom van arra, hogy szeretek beszélgetni, szeretek házolházra járni, emberek közé menni, és azokkal beszélni a végtelenségig. És ezzel szeretem az időmet eltölteni. Vagy ha én kristatulatú akarok lenni, akkor elmegyek arra a telepre, tehát akkor szeretem én azt az elszigeteltséget, hogy ott élek azon a telepen, hajnali, mit tudom én, fél ötkor azt hiszem fölkállnak, akkor imádkoznak 2-3 óra hosszát, utána teszik a dolgaikat, akkor én nekem meg azt tetszik, teszem föl. Az Oszkárnak nem volt a rámond, de az igazát, hogy jó volt a kapcsolatban. Na, most mindent átadok nektek, akkor mondjatok, amit akartok, megyek vizért kész. Ja, itt már van, hisz? Egyre kisebben éveknek az igénye a vallások iránt is. Ma évtizedek óta egyre csökken az igénye a népeknek a vallás iránt. És egyre kevésbé törődnek a vallásokkal. Hanem sok ember úgy van, hogy amit látszik neki, azt a vallásságot megtartja, elfogadja, meg nem látszik neki, azt nem fogadja. Úgy, ő mondjuk katolikusnak tartja magad, de valami részét elfogadja a vallásatlanainak, valami részét rá meg fütyőre. Mert most mi az a tanú bálvány, vagy mit mondtál? Na, még egyet hadd mondjak, azt akkor tényleg végképp átadom hát a hiszét. Hát arra meg le is állok azért, ami rá mondod. De nem, talán hamra várnodok. Ide figyelj, még hamagyosan elhadarom, ami az Oszkárdal a fő-fő probléma, amit szoktam neki mindig magyarázni. Hogy főleg két embertípus létezik. Az egyik embertípus az az, amelyik megtalálja itt a földi világban a maga feladatait, elfoglaltságát, érdeklődési körül, tehát nem a 24 órát eltöltse. Ez az egyik embertípus, aki munkahelyen dolgozik, családot nevel, kutat, keres, föltalál, fölfedez, operál, stb. Akinek nagyon-nagyon tartalmasan eltállik az élete itt az emberi társadalomban, és itt igyekszik a saját környezetét, meg a saját maga életét alakítani, formálni, és abba ezerféle feladatot találni. Ez az egyik embertípus. És ez az az embertípus, ha még vallásos is, mert sok a vallásos közöttük, de különösebben óriási jelentőséget, kiemelt jelentőséget nem fordít a vallására, csak egy bizonyos, normális, szerint részt juttat az életéből a vallásának, mert az életének a nagy részét a teendőire, a feladataira, amit ő úgy gondol, itt a Földön meg kell neki valósítani, tisztességesen fölnevelni a gyerekeit, vagy helytállni a munkahelyen, vagy megtanulni valamilyen, nem tudom, komolyan tanulmányokat, stb. Erre szántani a javadésze idét,
és az Istennek annyi szám kell, amennyit csak úgy gondolom, hogy szükséges. A másik fajta embertípus, amelyik nem találja meg itt a helyét ebben a világban, nem talál magának hasznos feladatokat. Nem, hogy akármit, hogy amit az előbb elmondtam, akármit, hasznos feladatokat. Az van, egy pillanat, egy ideig csak úgy van, valahogyan csak van létezik, valahogyan. És akkor azoknak egy része elmennek le a kocsmába, már lesüljek. Másik részük, amelyik nem süllyednek, azok meg válnak mindenféle vallási felekezethez. Már akkor ott úgy érzik, hogy ott megtalálták a maguk helyét, azt a csoportot, amelyik befogadja őket, ahol jól érzik magukat azok között az emberek között, ahol kapnak olyan feladatokat, amik nekik tetszik. És akkor ott igyekeznek olyan feladatokat találni, minden, ami a utána kitölti az életet. Mirnia sose fog engem megismertetni, hogy milyen vagyok. Mirnia sose fog engem megismertetni, hogy milyen vagyok.